Közel 3 millió lejt költött el Maros megye tanácsa egy készenléti karbantartó szolgáltatás létrehozására. Az önkormányzat korszerű gépeket vásárolt, de fél éve porosodnak, mert nincs, aki működtesse őket. Buldozerek, szivattyúrendszerrel ellátott gépek és homokszállító autó, így néz ki az intervenciós szolgálat gépparkja. Ezek beszerzésére 2 millió 700 ezer lejt fordított a Maros megyei önkormányzat. Az intézmény technikai igazgatóságának vezetője azt mondja, földcsuszamlás, kisebb árvíz és palluk feltöltése esetében is használhatóak ezek a gépek. Maros megye tanácsa a technikai igazgatóság révén létrehozott egy készenléti szolgáltatást természeti katasztrófák vagy előreláthatatlan helyzetekre, amelyek esetében bizonyos munkálatok biztosítására nincs szerződésünk. Éppen ezért helyénvalónak láttuk egy ilyen szolgáltatás létrehozását minimális gépezettel és személyzettel. Igen, ám de a szolgáltatás elviekben már fél éve működik, gyakorlatilag viszont egyetlen alkalmazottja sincs. Szabó Árpád szerint a meghirdetett versenyvizsgára nincs jelentkező, mert az önkormányzat legtöbb 1000 lejes fizetést tud ajánlani a gépek működtetésére. Sajnos a közigazgatásba, és ez érvényes azokra is, akik majd ezekre a gépekre jönnének, olyan alacsonyak a fizetések, hogy már a harmadik alkalommal hirdetjük ide is a versenyvizsgát, hogy alkalmazzunk, több mint 10 ember kellene ebbe a csapatba, és még nem sikerült alkalmazni ide egy embert se. December 17-ére újabb versenyvizsgát hirdetett az állások betöltésére Maros megye tanácsa.